Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Miszó is, augusztus 14-én. A központi téma ma család és anyagi dolgok. Lehet, hogy pénz jön a házhoz, vagy lesznek kiadások, az is előfordulhat, hogy vesztek egy lakást, vagy egy házat, vagy egy új berendezés. A mai napon van egy hold és Neptun kapcsolat, egy úgynevezett kvadrát aspektus. Ez kellemetlen, de ez nem a jelenlegi helyzettel áll összefüggésben, hanem a múlttal. Régi emlékek, fájdalmas emlékek. Az is előfordulhat, hogy valaki jelentkezik a múltból, és itt és az emlékeztet régi csalódásokra. Nehéz megbízni benne. A mai napon kicsit fáradtak vagyunk. Kell még néhány nap, amíg újra életerő van, és tudunk valamit megvalósítani. A férfiak terveznek valamit, de itt még vannak nehézségek. Kell, hogy áttegyék magukat ezen, vagy jobb lenne még néhány napig várni ezzel az új kezdettel, a tervek megvalósításával. A mai napon van egy Merkur-Jupiter-Quincunx aspekt. Ezt úgy szoktam elmagyarázni, képzeljétek el, hogy van előttetek egy inga, és én megkérdezem, hogy milyen irányba fog kimozdulni. Mi lenne a válasz? A válasz? Nem tudom, fogalmam sincs. És pontosan így érezzük a mai napon. Itt egy jogi ügyről van szó, igazságtalanságok, vagy beszélgetések. Nem tudjuk kifejezni magunkat, vagy nem lehet tudni, hogy fejeződik ez be, vagy milyen választ kapunk. A mai napon úgy hat ránk, nem tudom, fogalmam sincs. A hold a mai napon a Mruga holdházban található. Orion csillagkép hat erre a holdházra. A mitológiában ez az Orion csillagkép egy égi vadászt jelent. Ennek az égi vadásznak van két kutyája, és az egyik mutat egy irányt, az égi sarki csillagot, és ez egy irány. És ez hat a mai napra. Kellenek célok, vagy kell egy új irány. És ez volt a mai felvételem, Miszó is, augusztus 14-én. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!